Én idegenkedve nézem, hogy egy állítólagos magas kultúra, akik mi vagyunk, ennyit foglalkozik a zabálással. Én ilyet még nem értem. Hát állandóan előírás, léböjd, diéta, vegetáriánus, ezt nem eszik, azt nem eszik, egészségesen kell táplálkozni, utálja, de leissza, mert ez egészséges, ez nagyon jó, és valami zöld leveket tölt magába, meg mit tudom én. Erről szól az élet. Erről szól. Szabad erről szólnia, ugye? Fiam annak idején elkeveredett valamilyen ilyen társaságba, és azt mondta, hogy apa, nagyon érdekes, de hát nem telhet el azzal az életem, hogy a kajámat készítem. És igaza volt. Szóval én azt gondolom ugyanis, hogy ezt a kultúrát, amiben élünk, rázza a halálfélelem. Rázza. De miért rázza? Mert olyan a politika, mert olyanok a háborúk, olyanok a fegyverkezések, olyanok a változások, olyan kegyetlenné vált az élet sok szempontból. Az emberek félnek, de nincs hatalmukba változtatni. És akkor jön az, hogy mi van a hatalmomba, hogy mit zabálok. És akkor minden, hogy mondjam, élet ösztönük itt koncentrálódik, hogy jaj, vigyázni kell, hogy mit eszem. Ne viccelődj, retket eszel este? Hát borzasztó. Elfeledkezvén arról mondjuk, hogy körülbelül 2000 évvel ezelőtt már élt valaki, ki azt mondta, hogy nem azt teszi tönkre az embert, ami bemegy a szervezetébe, hanem ami kijön a szája, az.